Szeretettel köszöntöm Önöket, Hargitay György vagyok, mesterszakács, és ez itt az én a Szakács Könyvben elnevezésű YouTube csatornám, és egy igazi különlegességet fogok főzni és megmutatni Önöknek. Ez pedig a Callos a la Madrileña, azaz a madridi pacal, vagy egy kicsit szabadabb fordításban a madridi pacal pörkölt. És én ezzel először a 80-as években a flamenco szállóban találkoztam. Ott ez egy babos, kolbászos, paradicsomos pacalt jelentett, nagyon finom volt maga az étel, de később, amikor volt módom autentikus helyen megkóstolni ezt a specialitást, akkor rá kellett jönnöm, hogy ennek a valósághoz azért nem olyan sok köze van. Ugyanis Spanyolországban egy annyira népszerű étel és nemzeti étel, hogy szinte mindenhol, minden kisebb bárban, étteremben, síparadicsomokban, mindenhol fellelhető. És maga a készítése nem is lenne olyan túl bonyolult, de az a hozzávaló, amiből áll, az itthon nehezen beszerezhető. Ez okozta nekem egyébként a legnagyobb problémát, ezen vívottam, ezért nem készítettem még el eddig. Tehát az, hogy áll pacalból, az ideg rendben van nálunk is kapni. Kell hozzá borjú láb, vagy sertésláb, ezek is vannak itthon, ez se probléma. Viszont kell hozzá borjú orr, vagy sertés orr. No, ezt itthon nem lehet beszerezni. És akkor gondoltam, hogy jó, autentikus leszek, és kihasználva protekciót, vágóhídról szereztem borjú orrot, meg is kaptam annak minden természetes szépségével együtt, és hát rettentő kiábrándító volt. Úgyhogy attól megszabadultam, és azzal vigasztaltam magam, hogy amúgy se állhatok elő olyan hozzávalóval, ami nem hozzáférhető, és önök nem tudják elkészíteni. Úgyhogy végül amellett maradtam, hogy sertés fejből főzöm, vettem egy kisebb sertésfejet, kicsontoztam, de erre önök megkérhetik a hentes mestert is, neki nyilván gyorsabban megy, de ha éppen nem, akkor otthon a csontok mentén csak lekapják a húst róla, tehát nem olyan vészes művelet. Na, a lényeg, hogy most már megvan minden hozzávaló, úgyhogy mutatom a készítést. Illetve még kettő mondat. Kint ez annyira népszerű ez az étel, legalább annyira, mint nálunk ugye a pacal pörkölt, és ezért minden segítséget megadnak, hogy ezt otthon meg lehessen főzni. Tehát 2-3 kilós kiszerelésekbe kapható vegyesen úgy a hús, hogy benne van már gyönyörűen megtisztítva, fölkockázva a pacal, a köröm, és benne van az orr, és minden megtisztítva, tehát csak főzni kell. Lehet kapni kint úgy, hogy tulajdonképpen minden elő van főzve, így csak az alapot kell elkészíteni, ugye a főzés leginkább két fázisból áll, egy előfőzésnek tekinthető dologból, és egy főzésből, ahol már a sokféle ízesítős benne van. No, itt az első művelőtet ki is lehet hagyni, tehát ezzel is segítenek. Sőt, kint kapható ugyanúgy konzervként is maga az étel, mint nálunk, akár a pacal töltött, vagy egyéb, ugye, ha bemegyünk a boltba, ott van készen. Na, de akkor most már tényleg jöjjön a rendben. Ennél a fogásnál különös gondot kell fordítani a nyersanyagok előkészítésére, hiszen egyetlen szőrszál is hazavághatja tulajdonképpen az étkezés élményét. Tehát az előkészítésekkel kezdünk. Nem csináltam semmi különöset eddig még, mindössze annyit, hogy ugye a hentes kollega félbevágta nekem a körmöket, azokat itthon még egy kicsit gázrózsa fölött megpörköltem, és megkapargattam, hogy ne maradjon rajta szőrszál. De még ezen dolgozni fogunk egy kicsit. Itt van nekem a kicsontozott fejhús, ugye ez itt azért egy rendkívül finom, tökéletes cucc, úgyhogy ez majd belekerül, szintén az a sorsa, a körömmel együtt be fogom dobni a vízbe, és utána hideg vízzel leöblítem. Forra víz, tehát mehet bele a fejhús, mehet bele a köröm. Mennyiségeket még nem mondtam, ez 2 köröm volt, pontosan 1 kiló, tehát ez a 2 köröm 1 kiló volt, és maga a fejhús, az pedig így tisztított állapotában 60 deka. A lényeg, hogy akkor ezt bedobtam forrásban lévő vízbe, 5 perc múlva átrakom ebbe a kis edénykébe. Közben, miután én már előkészültem,
de önök még nem. Úgyhogy amíg ez forr, tegyék meg, hogy előkészítenek úgy egy vörös hagymát, hogy megtűzdelik jó sok szegfűszeggel. Ez lesz az egyik ízesítőnk, és persze megtisztítják még azt a hagymát is, meg fokhagymát, amit a recept ír, és ami majd kell nekünk magához a főzéshez egy kicsit később. Eltelt 4-5 perc, a víz lassan újra forrni kezd, de tulajdonképpen ez nem lényeg, tehát nem kell, hogy lobogva forjon ez a forró víz, ez tökéletesen elég volt neki. Mutatom, azért is jó ez az tulajdonképpen nem is, de hogy előfőzés, ez csak forrázás. Ez azért jó, mert így olyan szőrszálak is láthatóvá válnak, amik eddig nem voltak szemmel észrevételezhetők. Tehát hidegvizes öblítés után jöhet egy újabb kapirgászás. És akkor már jó eséllyel ott tartunk, hogy elég tiszta húsokkal tudunk tovább dolgozni. A forrázó vízhez tettem még ecetet. Nem kell belőle olyan brutálisan sok, de azért kerüljön hozzá. És ebbe a vízbe már teszem is be a pacalokat előfőzésre. Tehát következik 15 perc előfőzés. Az alatt ragyogóan van idő előkészíteni a körmöt és a fejet. Maga ez a pacal egyéb iránt 2 kg 20 deka volt így összességében. Első körben 2,5 liter vizet tettem ide a lábasba, a hideg vízzel leöblített körmöket belerakom, még egy nagyon picit, ahogy mondtam önöknek, megkapirgáltam, megkapargattam, hogy ne legyen szőrös, véletlenül se. Beleteszem a fejet is, és amiért, tehát először úgy gondoltam, hogy csontosan fogom föltenni a fejet, hát mi bajom lehet. Igen ám, csak ha csontosan teszem föl, akkor több vizet kell rátennem, és ha több vizet kell rátennem, akkor nem lesz olyan sűrű a szaftom. Tehát ilyen egyszerű a dolog, úgyhogy ezért kell, hogy kicsontozva legyen nekem. Jó, ez fönt van, mehet bele az előkészített fekvőszeggel tűzdelt hagyma. Természetesen belejön még a pacal, és majd megnézzük, hogy mennyi víz kell még hozzá. A szegfűszeggel tűzelt hagyma mellé dobok egész fekete borsot. Kap kezdésnek egy jó evőkanál sót. Kap még 4-5 babérlevelet. Így lefedem, és főzni kezdem. Ezzel a pacallal óriási szerencsém volt, sehonnan nem kellett róla semmit lefejteni, vagy tovább tisztítani, de javaslom, hogy nézzék meg a pacal pörköltes videót, ott kellett tisztítani belül még a pacalt, tegyék meg, hogy megnézik, mert ha nem ilyen szépet kapnak, akkor azt a tisztítást, azt meg kell csinálni. Most már gyakorlatilag minden fönt van, aminek fönt kell lennie, tehát ez elkezd főni. Innentől érzésem szerint akár 3 óra is lehet ám a főzési idő, majd annyi, hogy a végén kiveszünk a körmöt, kiveszünk a fejet, és fölkockázzuk akkorára, a körmöt kicsontozva, fölkockázzuk akkorára, mint a paccal, úgy tesszük vissza az ételbe, illetve majd még kerül bele hús, de az egyelőre maradjon meglepetés. Jó, én szerintem annyi, hogy ezt lefedem, hajrá, hagy főjön, és készítsük el gyorsan az alapját. 60-70 deka vörös hagymát finomra aprítok, ez az első lépés az ízesítőknél. 8-10 gereszt fokhagymát megtisztítottam, félbevágtam, zöldsíra nem volt benne, így azzal nem kellett foglalkozni, és most annyi, hogy ahogy szoktam, a késnek a fokával, tehát a megfordított késsel, amennyire csak tudom, így durvára aprítom. Nagyjából egy olyan 20 deka császárszalonna az, füstölt, nyers császárszalonna, amit fél cent, így ahogy van bőrével együtt, ilyen fél centis kockákra vágok,
Maradt nekem ott még a múltkorról szeletelve is, úgyhogy simán beleteszem azt is. Tehát fölvágtam hasábokra, és akkor most a hasábokat ilyen apró kockákra vágom. Így. A bőrös rész is tökéletesen meg fog puhulni benne. Na, ahogy nézem a fél centivel, lehet, hogy egy kicsit alul is becsültem a dolgokat, ez inkább egy cent is ez a kocka. És nagyjából 20 deka füstölt sonka az, amit szintén ilyen fél centis kockákra fogok vágni. Ehhez először lapjában bevágom, mert amúgy túl vastag lenne. Nagyjából 1 deciliter sütéshez való olívaolajat öntöttem a serpenyőbe. Most rádobom a hagymát. Kicsit megsózom, és pár percig így itt az olívaolajon azt mondom, hogy üvegesre párolom, megfonyasztom. Pirítani nem kell, tehát nem kell, hogy színt kapjon. Eltelt 3-4 perc, most hozzáadom a fokhagymát. Hozzáadom a szalonnát, és így pirítom további 6-8 percig. Eltelt 8 perc, következik a piros paprika. Ez egy raffinált dolog, nagyjából 3 evőkanálnyi az, amit ehhez a mennyiséghez használni fogok. És itt ugyanazt csinálom, mint a magyar pörköltek esetében, nevezetesen beleteszek mondjuk ilyen másfél evőkanálnyit, és a többit azt majd egy olyan jó órával, fél órával a pörköltfőzés, hát erről volt szó az előbb, de igen, tehát a főzés vége előtt fél órával, órával fogom beletenni a többi piros paprikát. No, a lényeg, teszek hozzá egy nagyobb késhegynyi csípős piros paprikát, és ha lenne itthon nekem, mint ahogy általában szokott, csak most megfeledkeztem róla, nyugodt szívvel használnék füstölt piros paprikát. A spanyolok előszeretettel tolnak az ételbe chili paprikát, tehát szárított chili paprikát is. Én most ennek a pótlására kvázi teszek egy ilyen csapott kiskanál piros aranyat, de ez nem kötelező, természetesen e helyett is nyugodt lélekkel lehet használni csípős piros paprikát. Hogy kell-e paradicsom ebbe a receptbe vagy nem, arról kint legalább annyira megoszlanak a vélemények, mint itt mondjuk egy Fradi Dózsa meccsen, de én a paradicsomos változatot kultiválom, úgyhogy teszek hozzá paradicsomot, ez passzírozott paradicsom, utólag majd megmondom, pontosabban beírom a receptbe, hogy ez körülbelül mennyi volt. Száraz fehér bort, egy olyan 2 decinyit öntök hozzá, illetve nem akarom önöket becsapni, ez mondjuk egy, nagyjából így van nagy vonalakban 2 vagy 2,5 deci. Nálam ez édes fehérbor, mert ezt szeretem, de jelen esetben nem is igazán bánom, mert a paradicsom savasságát egy picit ellensúlyozza. Tehát a száraz az talán egy kicsit jobban kihangsúlyozza, ez pedig itt nekem egy kicsit talán jobban egyensúlyba hozza. Merek hozzá egy keveset a húsok főzőlevéből, így. És 2-3 percnyi forralás után hozzáöntöm a húsokhoz. Mostantól kezdve úgy tekinthetjük, hogy nyert ügyünk van, hiszen most már csak a maradék piros paprika kerül bele, illetve majd az a meglepetés hús, ami hát körülbelül még egy másfél órát várunk vele. Fontos, kóstoljuk meg most ezt a szaftot. Ennek a végére nagyon jó íze lesz, de most még sótlan. Könnyű elsózni is, hiszen ez a lé rendesen sűrűsödni fog. Ezért óvatosan dolgozunk. Most még egy ilyen jó fél evőkanálnyi sót, 3/4 evőkanálnyit tettem hozzá, hogy garantáltan jó íze legyen, és azután majd később meglátjuk. Eltelt másfél óra, és a köröm is, és a fejhús is tökéletesen megpuhult. Ezeket most kiemeltem, kicsontozom, és földarabolva vissza fogom tenni majd ide a
készülő ételünkbe. És akkor jöjjön a két meglepetés, husi, ugye a spanyoloknál jellemző a chorizo használatom, azt sajnos nem lehet itthon nálunk kapni, vagy már biztos van, ahol be lehet szerezni, de nem mindennapos hozzávaló. Ezért én úgy gondoltam, hogy egy szál sütnivaló kolbászt, és egy szál véres hurkát, kint is kerül bele egyfajta ilyen véres kolbász jellegű cuccos. Nos, én ezekkel tudom most pótolni. Tehát beletettem egy-egy szál ilyet, most megkapja még azt a maradék egy evőkanál piros paprikáját. Szerintem egy fél óra főzést adok neki, de most már fedő nélkül, mert azt szeretném, hogy még egy picit koncentrálódjon maga a szaftja, és megkapja még ezt a plusz egy evőkanál piros paprikát, amiről szó volt. Így megkóstoltam egyéb iránt, semmi más nem kell bele, az íze az pazart, tökéletes, igen, sokszínű, fantasztikusan puha lett a fejhús, ezt ilyen nagyobb darabokra vágom akkorára, mint amekkora a pacsal, körülbelül így, és ezt majd nem sokára visszateszem az ételbe. A körömből a nagyobb csontokat szedem ki, azután a körmöt földarabolom, és úgy teszem vissza a készülő ételünkbe. Öt ilyen nagyobb darabokra vágom, pont mint a pacsal volt. Tehát mehet vissza a pacsalhoz a földarabolt köröm, a pofahús, pontosabban a fejhús, benne az orral. Egy negyed órát főzöm még, utána kiveszem a kolbászt, a hurkát, fölkarikázom, és tálaláskor azzal fogom megkoronázni majd ezt a madridi pacsalpörköltet. El is készült nekem a madridi pacsal. Egyedül a hurkát és a kolbászt, a sütnivaló kolbászt nem tettem vissza bele. Ennek az az oka, hogy nem olyan, mint a kinti chorizo, vagy akár az a véres kolbász, amit használnak, és félek, hogy szétmegy benne. Tehát azt majd én tálaláskor kvázi díszítésképpen fogom felhasználni, de minden adagra teszek majd belőle. Remélem lehet látni, kellően szaftos. Ez a szaft, ez tele van zselatinnal, tehát kollagénnel, hihetetlen finom. Az íze az fantasztikusan összetett, úgyhogy én szerintem jöhet is a tálalás. Amit még érdemes tudni, hogy Spanyolországban kizárólag úgy tálalják, hogy puha kenyér és vörösbor kíséretében, és ezt a szaftot szokás tunkolni a kenyérrel. Elkészült tehát a madridi pacsal pörkölt itthoni változata, tehát itthon is elkészíthető, megfőzhető változata. Akinek szimpatikus volt a recept, kérem nyomjon rá egy lájkot. Aki pedig eddig nem iratkozott fel a csatornámra, én azt javaslom, mielőbb tegye meg, hiszen most már több mint 440 ételvideóból válogathatnak. Köszönöm, hogy itt voltak, vigyázzanak magukra, kitűnő egészséget kívánok szíves mindannyiuknak.